A KUN Összefogás Konzorcium, a Karcag Városi Önkormányzat, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár és a rendező szervek nevében tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a KUN-ok második világtalálkozója karcagi nyitó rendezvényeire 2012. szeptember 7-én és 8-án. Szeptember 7-én pénteken 16 órakor a Dériné Kulturális Központ második emeleti dísztermében könyvbemutató fotókiállítás. A rendezvényt megnyitja Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere. A Hagyományőrzés útján című könyvet bemutatja dr. Habil Őrsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa, a könyv szerkesztője. Elek György nagykun kapitányok a 16. századtól 1876-ig című kötetét ajánlja dr. Barta Júlia, orientalista etnográfus. 17 órakor Kelet varázsa, hit, hagyomány, kultúra címmel dr. Barta Júlia, orientalista etnográfus kiállítását megnyitja Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora. 17 óra 40 perctől a bemutatott kiadványok dedikálása, kötetlen beszélgetés a szerzőkkel. 18 óra 30 perctől a Dériné Kulturális Központ második emeleti dísztermében a Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyén vezényel Bartal László karmester. Szeptember 8-án szombaton 8 órakor zenés ébresztő a Városközpontban, melyen közreműködik a Nagykun Honvéd Banda, vezényel Márki Zoltán. 9 órától 15 óráig a Múzeumparkban Meoettáj bemutató kiállítás, magyar kutyafajták bemutatója, kutyaügyességi bemutató, népi játszótér és népi játékok a karcagi óvodások közreműködésével. 9 órától 13 óráig a Kossuth téri parkban íjász bemutató és verseny a Karcagi Talpas Íjász Egyesület szervezésében. 14 órakor a Kossuth téren a Városháza előtti színpadon a KUN-ok második világtalálkozója nagykunsági nyitó ünnepéjén a vendégeket köszönti Dobos László Karcagváros polgármestere. A KUN-ok második világtalálkozóját megnyitja dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A KUN miatyánkat elmondja Domján Sándor egyetemi hallgató. Megbízó levél átadása Horváth László tiszteletbeli kazak konzul részére. A megbízó levelet átadja Ibrajev Rasid Turarovics, a Kazak Köztársaság magyarországi nagykövete, majd folklór műsor, melyben közreműködik a Kiskunsági Néptánc Együttes és Néptánciskola KUN Szent Miklósról. A nagykun kapitány protokoláris beiktatási ceremóniáján a beiktatási ceremóniát megnyitja Dobos László Karcagváros polgármestere. Illési Ádám regnáló nagykun kapitány beszámolója után a beiktatásra kerülő nagykun kapitány életútját ismerteti Kovács Szilvia Karcagváros alpolgármestere. Az esküt felveszi Kece István, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke, Kisújszállás polgármestere. A kapitányi jelképek átadása ifjú Bene Sándor nagykun kapitány részére, a kapitányi medált átadja Györfi Sándor emeritus nagykun kapitány. A KUN kapitányt megáldja Koncz Tibor elnök lelkész és Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Ifjú Bene Sándor beiktatott nagykun kapitány köszöntésén köszöntőt mond Ibrajev Rasid Turarovics, a Kazak Köztársaság magyarországi nagykövete, majd Kobzos Kis Tamás énekmondó előadó művész műsora. 16 órától a Kovács Mihály Huszár Bandérium, a hagyományőrző kunlovasok, hintók, fogatok tisztelgő menete. 16 órakor gólyalábasok menete, majd 16 óra 15 perctől a gólyalábasok előadása. 16 óra 30 perctől a Múzeum Parkban a 8. KUN hagyományok napján köszöntőt mond Kovács Sándor, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. A Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület programjai, harc és játék a lovas nomád hagyományban, csikós bemutató, őshonos kutyafajták bemutatója, lovasügyességi verseny. Olár Sándor KUN-fogyatkozás című elbeszélését előadja Szabó Péterné. A Pacsirta Népzenei Kör műsora után Köböre bajnokság, lovasbirkózó verseny és a versenyek eredményhirdetése. 9 órától a Múzeumparkban, a József Attila utcában és a Kálmán utcában
Kun életképek, kézműves élelmiszerek vására, népművészeti kirakodóvásár és kézműves bemutató, népi ételek főzése. Rossz idő esetén a Nagykun kapitány beiktatási ceremónia a Déréné Kulturális Központ színháztermében, a kézműves élelmiszerek vására a népi játszótér, a népi ételek főzése a Nagykun látogatóközpont udvarán lesz, a többi szabad térre tervezett program elmarad.